Sziasztok! Megint itt vagyunk, és a 19. naptól folytatjuk a három napi lap címlapja. Robespierre azt mondja, hogy elég gazdag, de mélységesen lehangolt. A polgármester szeretné, hogy az ügyész iroda leigazolja, vagy megnézze Robespierre állításait extrémizmus szempontjából, vagy valami hasonló, illetve a Freiburgi Egyetem oktatási költségei csökkenni fognak, állítja a The Fact című napilap. El kell vinnem a... Na jó, nem ide, akkor gyere be holnap. Hát ezt nem hiszem el, meghalt a kutyád. Érted, a kutyád? Hát az előbb még elárasztotta a lakást valami víz, most meg annyira szarul érzed magad, hogy meghalt a kutyád, nem mész haza, te szar. Antidepresszánsokat. Az elmúlt hónapokban antidepresszánsokat vettem be napi háromszor, de ma kifutottam a receptből. A gyógyszertár azt mondja, hogy holnap kapnak újat, de attól tartok, hogy a piruláim nélkül nem lennék túl sok hasznotokra. Az ad le. Úristen, holnap gyere be. Sőt, ne gyere be holnap, tudod mit? Ne gyere be holnap, menjél haza. Paszki. Javassuk. Piros lemez, úgy kell a piros lemez. Lássuk, tovább tudjuk-e vinni a győzelmi szériát. Na ne! Megjött a fizum. Köszönöm szépen mind a 600 dollárt. Nagyon jó. Bomba veszély. Ide persze nem küldhetem ki a SWAT-ot, mi? Na jó. Húha. Városházától azt mondják, hogy egy japán bűzletember, aki szeretne névtelen maradni, néhány nap múlva megérkezik Freiburgbe. A város szeretné, hogyha egy nagy szerződést írnánk alá vele vendégünkként, majd néhány intézményünket, nem is néhányat, sok intézményünket meglátogatja, köztük a rendőrt, kapitányságot is, augusztus 5-ére, bocsánat, tehát augusztus 5-ére várható a látogatása. Hát igen, addigra három ázsiai rendőrtisztnek kell az nap dolgoznia. Legalább háromnak kell augusztus 5-én dolgoznia. Atyaég. Atyaég. Hát itt van Kojo. És Chin. Remélem az Ayus. Na várjunk. A másodika. És ők jönnek majd 4-én. 5-én nem ők jönnek. 5-én a B-műszak jön. Basszus. Lássuk a B-műszakot. Ott van Kocsi. Ott van Tsubaki, és kéne még egy, de nincs. B-műszakba föl kéne venni valakit. Kocsi és Tsubaki mellé. Basszus kulcs. Too old. Igen. Mai Bastian. Oké. Okay. Sam Kodu és Dong Mai. Adjál már a hülyeséged, de...
Na jó. Oké. B-műszak. A-műszak. És vehetnénk még föl még egy embert. Wow. Nagyon jó. Kiseket van a rúg, nem jelenség, de most már mindegy. Ez van. Backlog. Yeah. Oha. A katedrális tele van látogatókkal és bomba merénylet. Jelentsük, az, ja igen, első. Bemegyünk és keressük meg a bombát, vagy jelentsük be, hogy bomba fenyegetés van, és felszólítunk mindenkit, hogy hagyjuk el az épületet, vagy találjuk meg a papot, és kezdjük meg az evakuálást. Itt arról lenne szó egyébként, hogy azért akarja felrobbantani az emberünk a templomot, mert hogy a papot akarja megölni, és azt szeretnék, hogy letartóztassuk a papot. Mert hogy a pap az ő feleségét től megtagadta az orvosi kezelést, és inkább Isten segítségét kérte, amiben a feleség belehalt. Szóval találjuk meg a papot, és kezdjük meg az evakuálást. Ó, és tényleg itt van. Az egyik padsor alatt az oltár közelében egy házi készítésű improvizatíve eszközt sikerült találni. Vegyük le az elemet, vagy vágjuk el az összes zsinót, ez a harmadik, illetve biztosítsuk azt, hogy a katedrális teljesen kiürült. Házi készítésű. Mi vagyok én, bombaszakértő? Elvágjuk az összes zsinót. Hát attól aztán biztos jobb lesz. Hát ez jó. Nem. Jó, az elemet leszedjük. Basszus. Pont az öreg Kennedynek kellett leszedni az elemet ezek szerint. Ez egy rossz mozdulat volt. El is vesztettük a győztes szériánkat ezzel a bevállalós kis leszedjük az aksit, és attól majd megáll a bomba visszaszámlálója, a nagy piros, tetszik tudni. Egy atya. Hé, főnök, valaki ronyogba öltözve megpróbál bemenni a rendőrkapitányságra, azt mondja, hogy egy tibeti atya, aki tibeti szerzetes, aki szeretne beszélni a járőreinkkel az agresszióról, az agresszió természetéről, beengedjük vagy ne engedjük be? Engedjük be, beszéljen az agresszióról, mit érdekelhet. Meg valakit ez érdekel, akkor meghallgatja. Egy officert mehet. Aha. Részeg tinédzser levetkőzött a pénztárnál, és megpróbál óvszert vásárolni. Jesszusom. Beoltási szertartásnak tűnik. Christopher G. Sand. Aha. Biztonsági okokból megváltoztatjuk az összes arancson dolgozó beosztottunkat. Pont felvettünk 8 új szobalányt egy szomszédos városból, de a busz, amivel jöttek, feltartóztatták Varga emberei. Mutassuk meg, hogy még a szobalányainkkal sem jó újat húzni. Persze, mutassuk meg. Nem már. Beckman, csalódtam egy picit. Egy pucér fiút nem bírsz elkapni a kasszánál, azért az erős. Eddig ez nem igazán a mi napunk.
eddig csak szendék, amint úgy értem, hogy a szend család meghívásaira érkezvén tudtunk bármiféle sikert is felmutatni. Itt az este, itt megérkeztünk. Egy ember kell. A hockey team, amit Mr. Sand tulajdonában áll, éppen egy fontos mérkőzésre készül. A jégcsarnokot lezárták az edzés idejére, de a stadion igazgatója most jelentette, hogy néhány emberke furcsa ruhányban betölt az arénába, és a nézőtérre mászott. Hát akkor Quintana lesz el szíves rendet tenni. Uha! Valaki azt sikoltotta, hogy ez az őrült meg fogja ölni a gyerekemet. Majd a hívás megszakadt tragikus hirtelenséggel, úgyhogy most az a kérdés, hogy itt valaki családon belüli erőszakra hivatkozott, vagy a szomszéd jött át elverni, vagy valaki részeg és bement, vagy egyszerűen csak téves ijasztás, mert összekeverte a nagypapát valakivel, akit rég nem látott. Csak nem. Egy öreg nő bunyóba keveredett a... Nem. Szóval egy öreg nő macskája bunyózott a szomszéd kutyájával. A kutya éppen hazaszaladt, amikor négy másik macska ugrott ki a házba, hogy a segítségére siessen. Gratulálok. False alarm. Nem már megint a gyilkossági kísérlet a hídon. Két fog meg éppen egy vékony fickót kapott a lábánál, és lelógatják a korlátról. A férfi szenvedett és kiabált. Jó, hát mindjárt visszajönnek Kingstonék, úgyhogy mi kimennek a helyszínre. Kingston és Huang. Meg Kocsó. Jenci most pihenhet egy kicsit. Nem kaptunk új frémeket. Az baj. Az baj. Nem csak a szekvencia, vagyis a sorrend az, ami kellemetlen. Mert hogy jön a fekete autó a kanyarnál, aztán csak úgy jönnek tovább. Nyilván nem lehet körbe menni, úgyhogy az öreg ember a járdán, majd a véres, nem. Francessen bele most már. Komolyan. Jóság papó! Hát ezt nem hiszem el. Izgalmatos. Ó, ez az. Jó.
ez, hogy kéne egy új ember. A lopásnál meg... Ja, itt nem találom egyszerűen jó sorrendet. Pedig már megvan a sztori. Belső ember volt. Hát az üvegszilánkok a járdán hevernek. Bakker. Jó, aztán most még nem foglalkozom. Gucci Gucci gang. Nem. Nem. Egyszerűen nem tudunk egyről a kettőre jutni addig, amíg a City Hall holnap nem ad nekünk új embereket detektívekként. Nagyon jó. Senki nem sérült meg, és elkaptátok a gonoszokat. Végre valami jó is történt így a nap végén. Köszönjük szépen. 14-10. Az előnyi mindig 4 pont. Lehetne egy picit, hogy lassabban jönnek ide. Igen, igen, haladnak nyilvánítjuk. Köszönöm. És akkor a 20. napon, augusztus 3-án mit mondanak az újságok? Az új köztörvény az... Mi? Wow. Szóval... Az új törvény megengedi tulajdonképpen a bűnözőknek, hogy még egyszerűbben mossanak pénzt tisztára. Freeburgben az új iskola építését megint elhalasztották, valamint a Freeburg rendezi meg a gyermekrajzok kiállítását. Ez nagyon pozitív, hogy ilyeneket rendezünk. Mint így Freeburgben. Budát szerint majd nagyon jó nap van. A lányom esküvője. De miért nem szóltál előre, te hülye? Jó, mindegy. Gyere be holnap. Na ne, Jenci! Enzi, tudod mi van? Holnap bejössz. Jótékonysági koncert, my ass. Ah, Istenem. A bondom egy jótékonysági koncert emlik fel. Hú, tényleg? No shit, Sherlock. Kérdezik el a napot. Lássuk, történik valami sztori. Megvan az asszonynak a hit. Boyd, is everything okay, Jack? I'm not calling in the middle of a job. No, you're okay. Did you find her? Yes, I found her. Nothing shocking, don't worry. She's living with an insurance agent in the suburbs. He's 31 years old, recently divorced. He has a funny car, you know, like in that movie where that... Did you talk to her? Yeah, we talked. More like I talked and she basically cried. Én beszéltem, én meg sírt. She hasn't cried so much since high school. You know, she was dating this boy from a restaurant and... Oh, what was his name? So, Laura, she'll be back? Of course she'll be back. She just needs time. You mean once she gets tired of screwing the insurance agent? Jack, you're talking about my daughter. Yeah, I know. I just wanted to come back as soon as possible. Don't worry, I'm with you. We just need a little patience. I know it's asking a lot, Jack, but you really just gotta be patient. Wait for my call. All right, again, I'll wait for the call. Yes, understood. I know the situation is asking a lot from you too, Mrs. Markham. Thank you, and please, call me anytime. Jack? Jack, me? You okay for money? Excuse me? But you know, where the papers were talking about your resignation, they said you and Laura were a little tight, and I thought maybe you'd... Good God. Jack? Igen, hát... papírokon azáltal egy kicsit... rosszul állunk anyagilag, és amikor erről kérdezgetett a kedves anyuka, akkor... láthattátok, hogy... úgy lecsaptuk a telefont, ahogy lehet. Ahogy manapság már nem lehet, mert hogyan csapsz le egy mobiltelefont? Na, mi történik a City Hall-ban? Ez az detektív jobslotot akarok. Kell detektív, mert egyszerűen nem. Úristen.
Valami őrült rongyokba üvöltözve. Rongyokba üvöltözve. Az se lenne rossz, de tulajdonképpen rongyokban üvöltözve, mert hogy rongyokban öltözve, rongyokba öltözve üvöltözik a játszótéren, hogy ez egy olyan hely, ez a világ, hogy meg kéne halni, úgyhogy megölnek mindannyiatokat. Miközben kisgyermekek játszanak körülötte, és egy anyuka kihívta ezért rá az ő megbízható rendőreit, mi pedig szállítottuk a delfint. Ha! Így kell ezt. Nagyon jó. Elkapjuk a delfint, szállítom Marinót. Bomba veszély. Már megint? Mi ez? Mik ezek a bombák? Mik ezek a bombák? Egy nyilván Anonymous hívás érkezett. Ó, hogy gyerekeknek adják oda a bombákat. Műanyag bombákat gyártanak egy pincében, egy elhagyott ház pincében, és osztogatják őket a gyerekeknek. Visszük a SWAT-ot. Viszünk mindenkit, aki nem fáradt. És aki nem csak a pénz miatt van itt. Bocs, Percy. Ja, igen. Uh-huh. Nem ide akartam jönni, hanem arra. Így. Dong Mai. De kettő detektívet, nem detektívet, hanem kettő... Aj, nincs senki a munkaerőpiacon, ezt hogy képzelik? Nagyon. Nem értem. Ott van Bess, ott van Kocsi, ott van Tsubaki, és a B-műszakban nincsen senki. A harmadik japánk, vagy ázsiaiként. Itt van Shin, Huang és Kojo. Na most ehhez képest Kodut véletlenségből az A-műszakba vettem föl. Nem is annyira véletlenül. Shift A-ba rakjuk őt. Pedig a Shift B-be. B-be. Na menjünk. Tovább egy kis helycserés támadás detektívek között. Hát kiküldünk mindenkit a helyszínre. Ezt tudom tenni. Addig is hallgassuk ezt a kellemes kis zenét, és drukkoljunk, ne halljon meg senki, ne jöjjön be újabb hívás, de bejött, mire pont befejeztem volna a kis eszmefuttatásomat, bejött a következő hívás. Na mi történt? Így van! Így van! Senki nem sérült meg, és mindenki kapott plusz 5 pontot. Boom! Mondhatnánk, de rá pont az nem volt, hiszen begyűjtöttük a robbanóanyagokat. Nem adjuk a maffiának, hogy ott nem, a robbanóanyagot nem, behozzuk. A drog rossz, értem? De azt még azért eladjuk. Nincs bent senki, gyerekek. Ha nem érnek be, nem tudom kiküldeni az embereket, már pedig nem érnek be. Na hát, remélem nem ölt meg senkit. Nem, jó, oké. Csak érjetek be, hogy köszönöm. Köszönöm a G-Sen megint. Egy ifjú bankár felesége, aki nemrég, mármint a bankár, nemrég segített nyílbe ütni egy eléggé fontos üzletet. Könnyek között hívott fel minket, mondta, hogy néhány gyökér az a garázsban sarokba szorította a férjét, azt mondja, hogy megkötözték, és valószínűleg Varga emberei, akik fel akarják gyújtani. Ahogy láttuk, már elég közel állnak hozzá, szóval nem tudom, hogy
miben is segíthetnénk. Fegyveres rablás az állokháznál, ahonnan. Ó, kiküldhetnénk a SWAT-ot, de a bombához küldtük ki a SWAT-ot. Egy két H. Van menjem. Hát nem hiszem el. Mi van ma? Csak és kizárólag a Sands, vagy a Sand familiának fogom segíteni. No? Úgy van. Elkaptuk a fegyveres rablót. Senki nem sérült meg. Sőt, hoppá, megtaláltuk a jewelry-t, azaz az ékszereket. De mi az, hogy adjuk el a lootot? Hát komolyan? Nem, nem behozzuk. Fú, mennyi riport érkezett. Na, Mr. Sand néhány embere arra készült, hogy találkozzon és megbeszéljék ezt a varga szituációt. A meetinget egy erdőben a város mellett, városon kívül tervezték lebonyolítani, de a felderítőink megláttak néhány csoport, egy csoportnyi punkot a környéken. Bocsán. Szeretném látni az arcukat, amikor megjelenik a rendőrség. Na, azt én is. Nem, igazából nem. Két új frame. Nagyon jó. Erről van szó. De nem ő dobta be a... Ja, hogy ilyen csővel. I see what you did there. Oké. Okay. Akkor... Mondjuk az elég hülyén jön neki. Mert szerintem nem ő dobta be az ablakot, hogyha a járdán hever az összes. Ilyen hülyeség. Na de mindegy, hát hogyha ez kell a megoldáshoz, akkor ez kell a megoldáshoz. Hmm. Ott van a cumó. Hát jó, figyelj akkor. Bedob, bemászik, kivág. Kimászik, elmegy. Nem. Ez így még mindig nem jó. Nem hiszem el, hogy nem jó. Ez kész. Mi a fene történik? De az a baj, hogy itt most ahhoz kaptunk képeket, hogy az ifjú titán, aki biciklizni jött, és állítása szerint lehugyozta a sarkát az épületnek, az a tolvaj. Mert hogy odajött, leszállt a bringáról. Jó, mindegy. Akkor érkezzen úgy, hogy biciklivel. Beszexualizálja az ablakot. Bemászik. Kivágja a képet. Aztán kimászik. De azon fekete ruha van, aki kimászik. Ez a bajom. Hogy ebben az esetben is... Nem. Nem. Ez így nem áll össze. Kéne még egy frame. Vagy mi? Vagy nem? Vagy megvan minden, csak hülye vagyok hozzá.
Ez is egy eshetőség. Mr. Campos ugye azt hallotta, hogy mivel ki van kapcsolva a riasztó, nem hallotta, és ő járja az egész épületet, ami igen nagy, nem hallotta, hogy betört az ablak, és csak egy téglát talált a padlón. A parkoló kamerája az meglátott ezzel a... Hát igen, mivel művészeti iskolás a srác, ezért neki elég egy ilyen tárolóhenger, vagy mi a figyfene, ami a hátán volt. Néhány percre eltűnt, majd visszatért, fölpatott a bringára és elhúzott. Van der Hoff. A másik gyanúsított ugye, aki a biciklis csávó, fölkapta ezt a hengert, és néhány egyéb cuccot, hogy ne kelljen visszamennie haza, mielőtt a reggeli órája elkezdődnek, majd megállt lehúgyozni a, igen, a múzeum sarkát. Jeremiah Stevens szerint Bram van der Hoff, a biciklis gyanúsított, mindig is lenézte De Fromm művészetét, úgyhogy lehet, nem lenne meglepve, ha ő lopta volna el. De ez a pont, az utolsó pont, ami annyit tesz, hogy a legtöbb üvegcserép a járdán hevert a múzeumon kívül. Tehát nem lehetett a csávó odakint, nem dobhatta be a téglát az ablakon, hanem a fekete ruhás őrbácsi lehetett az, aki fogta és lerakta a téglát a padlóra. A pallóra le. Na jó. Ez nem tudom, hogy ez mi történik itt. Itt az, amikor kiviszi. Nem. Nem, de hülye vagyok. Úristen, itt csinál úgy, mintha betörne az ablak, csak hogy bentről töri ki. Dear God, a zseblámpával csattintja ki az ablakot. Wow, de jó. Aha, már értem, jó, meg lesz ez. Csak nem tudtam értelmezni a képet, nem vagyok ám annyira butus. Csak harmadszorra sikerült. Jó. Kitöri az ablakot, kiveszi a téglát és lerakja a padlóra. Jó. Másik sorozat szerint emberünk fogja magát. Na, mondom, hol vagyok? Ja, hogy a másik helyen vagyok, oké. Okay. Emberünk fogja magát. Így csinálja azt, hogy kitöri az ablakot. Kiveszi a téglát. Lerakja. Téglát. Hát nem hiszem el, hogy nem tudom kezelni ezt a dolgot. Ezt a téglát, igen, lerakja a padlóra. Aztán kivágja a képet. Aztán elmegy vele. Nem már. Na jó, még egy tippem van. Mely szerint? Jön az emberünk a zseppilátcsal. Kivágja a képet. Kitöri az ablakot, kiveszi a téglát és ott hagyja. Nem ez a megoldás. De jó. De már kitörte az ablakot, tehát már törött ablaknál teszi ki. Vagy teszi le a téglát, szóval. Itt már elmegy a képpel, akkor lehet, hogy ez az utolsó, az is lehet, hogy ez az utolsó. Úgyhogy kezdjük akkor ezzel, és legyen az a végén. Megnézzük, hogy így beválik-e. Nem. De kezdjük ezzel, hogy akkor vegye ki a téglát, aztán törje ki, aztán akkor hagyja ott, és utána húzzon el a helyszínről. Nem.
sok lehetőség van még, vajon? Ez így. Na jó. Akkor kezdjük most azzal, hogy kitöri. Kiveszi a téglát, lerakja a helyszínre, kivágja a képet és lelép vele. Nem. Not really, no. Ezzel el vagyok itt. Nem mondom, hogy túlságosan örömömet lelem ebben. De azt mondom, hogy akkor kitöröm, tégla kivesz, tégla lerak. Ez az előbb is a sorrend. Majd oda megyek a helyszínre, és kivágom a képet, és így ennyi. Nem. Ó, jaj. Oda megyek a helyszínre, kitöröm. Kiveszem a téglát, és ott hagyom, és kivágom a képet. Végre! Köszönöm! Atyaég, Rafael Campos, a múzeum biztonsági őre. Oh. Hú, te jó ég. Te jó ég. Nem találtunk új. Hát ez mondjuk baj. Lenni meg már ugye nem tudtam többet kitalálni. Így sem találtunk új képeket, ebből kéne valahogy összerakni. Ennyi. Majd most ez... Mi? Mi volt az a két új? Ez nem új volt. Vagy most... Á, lemaradtam valamiről. Mindegy is vége a napnak. 16-12. Pont elény megmaradt. Van valami cél, amit el kell érni? Mondjuk 20, mert annak örülnék, akkor legalább vége lenne ennek a cuccnak. Húha. Looming epidemic. Az új influenza. Milyen járvány ez a looming? Mindjárt megnézzük. Addig is. A tények szerint egy hajléktalan nyert 23 millió dollárt a lottón. Hoppá. Amit a stadion újra... A stadion felújításra tettek félre pénzt, az most hiányzik. Milyen érdekes. Milyen érdekes. Közelgő járvány. Igen, nekem az zavar be, hogy a Foot of the Loom az ilyen szövőszék, meg ilyesmi, de nem érdekes. Szóval most itt úgy történik, hogy a közelgő járvány az az új influenza. Úgyhogy menjünk is a munkába, mielőtt még ide ér. Azért én egy picit örülök annak most, hogy nem látszott az arc kifejezésem, ugyanis Johnson és Quintana nem jöttek ma bedolgozni, mert a pletyka szerint fogják a cuccukat és Tibetbe mennek. De Brito mennyi haza, igen. Már megint ezzel jön Kingston, hogy valószínű esni fog, nekem meg gyenge az immunrendszerem. De akkor holnap bejössz, hülye gyerek. Á, Istenem. Itt van Chin, itt van Huang, itt van Kojo. Kezdjük a napot. Legyen mondjuk ez. Bud meets Bob. By Bud Freeman.
Augusztus 4-e van. Reméljük minden rendben van. Hát, itt van mindenki, szerintem. Még egy detektívet leszerződtethetek. Nagyon köszönöm. Igazándiból. Sasha Strong, vagy nem Sasha Mitchell. Így nehéz mondjuk ázsiaiakat leszerződtetni, nem? Vagy nem? Atyaig. Na, szóval holnap lesz a B műszak. A B műszak emberei között. Ott van Kocsi, 1. Ott van Tsubaki, 2. És ott van Kodu, aki a 3. Szerintem ez így rendben van. Én úgy érzem. Ők elég ázsiainak tűnnek. Kocsi, Tsubaki és Kodu. Oké. És nem mondhatják ők hárman, hogy mi a helyzet. Itt van 7-es darab rendőrtiszt, itt pedig 9. Úgyhogy fölveszünk Gillette-et. Várjunk csak, az A műszakba kell 2 ember. 1-2. És akkor... Ide jött 2 ember, itt van 2 detektív, itt pedig van 3, akkor egy detektívet fölpattintunk. Detective Dennis Wolf. Az első farkas, aki sütni tud. Azt mondtuk, hogy az álműszakban így van. Jó. És akkor itt van 8. Ide felvettem egy... Nem, 2-t vettem fél, de 9-et. Itt is 9-nek 9 van. Akkor nem értem, hogy vehetek fel még egyet, de minden esetre... Ahol Percy van a B műszakban, oda nem baj, hogyha felveszünk még egyet. Illetve, mivel a B műszakban vannak a kemény detektívek, ezért felveszik Shirley Johnson-t az A műszakba. És így vagyunk készen. Jó. Azt a mindenit. Lablás. Aha. Ja, most megy a letartóztatásos dolog. Uh-huh. Hát akkor Jenci és Juan ki is mehetnek a helyszínre, nem fogunk. A másik műszakban dolgozik. Hogy az újra sanyukád? De nem tudok kimenni sehova. Mert Sharrow a másik műszakban dolgozik. Ezt nem hiszem el. Hát na, öcseim, ez valami zseniális. Úristen! Varga emberei lángszórókkal égetik le a város egyik parkjának a részét, amit Sand tiszteletére neveztek el. Ez egy rendőri munka, König ki is megy lángszórósok ellen. Hát nem tudom, a raktárépület a francba. Nem tudok mit tenni. A francba, ki kell küldenem őket, hát proceed. Igen, tudom. Egyedül küldjük ki őket. Igen, oké. Ó, nem elég, hogy az őr
ittas volt, de még prostizott is közben. Így kora reggel, fasza. Jenci és Beckman. Ad menjenek, igen tudom. Miért nem küldtem ki tegnap? Mert eltűnt, mert 0 óra valahány órakor érkezett be a hír, nem? És akkor már egyszer csak eltűnt, hogy akkor vége a napnak. Ez az. Elkaptuk. Ügy lezárva. Elkaptunk mindenkit. Így kell ezt csinálni. Újabb pontok Griffendélnek. Nagyon jó. Wrong place. Hát legalább kiküldtük az embereket mind a kettőhöz. Volt annyi, hogy kiküldtük az embereket. Erőszak. Öreg papu. Kutyasétáltatás közben arra lett figyelmes, hogy valaki berángatott egy nőt egy sikátorba, és... meg akarta erőszakolni, mivel a nő azt sikoltotta, hogy megpróbál megerőszakolni, segítség. Itt pedig autólopás. Nem mondod, betörtek egy patikába. De nem tudom kiküldeni az egy szem emberemet. Az egyetlen egy detektívemet. Na várjunk már egy picit. Az álműszakban De Brito mi a fitfenét csinál akkor? Otthon van és pihen. Otthon van és pihen. Flagella az egyetlen bevethető emberem, még a B-műszakban ugye Sharon, Maul és Kodu is pihennek. Hát megőrülsz ettől. Komolyan mondom, de hogyha... Itt nem igazán tudom azt mondani, hogy... Na igen, bemegyünk motorral. Száguldozunk a sorok között. Így, úgy, amúgy. Nem. Akkor ezt a kettőt megcseréljük. Az sem nagyon sikerül, vagy nem sokat segít. Jó. Akkor viszont... Hey! Mi? Ez hogy? Hogy kerültél oda? Jó. Semmi baj. Szóval, templom, beromd, és akkor... És isak is fenyeget? Nem. De hogy a francba már... Hogy csak a nyomok között a sisak azt mondja, hogy fekete sisakot találtok. Három. Egy bandáról lenne szó, csak ez az öreg mamó az nem találja meg a banda többi tagját, mert akik kint várakoztak. Ezek szerint. Már csak egy ment be. Az a baj, hogy a sor... Na jó, szóval...
archiválnám ezt az ügyet egy nagyon picit, hogy el tudjuk állítani az öreg mamót erre az ügyre, legalább kezdődjön a nyomozáshoz is valami. Na tessék, itt az erőszaktétel. Sérült ember eszméletlenül hever egy nő mellett, akinek szakadt a ruhája, a nő sokkos állapotban van, és valamit rejteget a háta mögött. Mondjuk neki azt, hogy ne aggódjon, nincsen bajban, van rá, van egy tanunk, vagy nyugodjon meg, és ígyunk egy kávét a sarkon, vagy igen, szóval, bocsánat, elgondolkoztam itt a lehetőségekkel, hogy milyen reakciókat válthatnak ki, tehát, hogy fegyvert fogunk a nőre, és utasítjuk, hogy tegye fel a kezét. Én most ezt választanám. Köszönöm szépen. Senki nem sérült meg, és elkaptuk akárkit is, mert azt ugye nem értek így most a nőt vagy a férfit, de... Gennaro Crespo Pop énekes koncertjét tartják ma, vagy rendezik meg ma Freiburgben. Megígértük a koncert szervezőinek, hogy segítünk a biztonsági, akkor a legjobb embereinket küldje. Hát mivel irgalmatlan azonnal kell küldeni embereket, nem tudom a legjobb embereinket küldeni, hanem őket küldöm. Kettő közül a legjobb, három közül a legjobb emberem pedig a B-műszakból érkezett. Csak mondom. Ez az. Nagyon jó. Nagyon jó. Elkaptuk az autó tolvajt. Indult a nyomozás. Jó, majd akkor olvasok róla, hogyha már lesznek képek. Igen. Gyertek vissza, gyertek vissza. Már megint az Octopusnál. Egy eljegyzési parti bomba krízissé változott, amikor a vendégeink megtaláltak egy erőteljes robbanószert valamelyik asztal alatt, és a szakértőink már hatástalanították, de jó lenne, hogyha a rendőrség megbiztosítaná az, mi az halálra rémült vendégeinket, és megerősíteni, hogy aggodalomra semmi ok. Nem már komolyan a zöldségesnél. A boltvezető arra lett figyelmes egyébként, hogy elkezdtek megruházni néhány színes bőrűt, és hiába szólt rájuk, tovább folytatták. Úgyhogy a konfliktust elkerülendő, nem küldtem ki színes bőrű rendőrt a helyszínre. Hoppá, nem is kellett. Senki sem sérült meg. Megkaptunk mindenkit, nagyon jó. Remélhetőleg rablás, 3 új frame, az még kevés. Na, én ezt most nem értem. Ezt végképp nem értem. Ezt így hogy? Tehát, hogy Billups, aki rajta volt a nyomozáson, de kirúgtam, emlékeim szerint kirúgtam, meghalt a nyomozás során. Ejha! Itt is valószínűleg a sorrendet szexualizálom el. Oh, ajaj. Tehát sétál az ember az utcán,
a kocsi befordul a sarkon erőből, majd elüti a bácsit, majd tovább hajt. Az biztos, hogy ez a véres az utolsó. Gyanítom, hogy nem az az első, hogy a bácsi elindul az utcán és már a kocsi előtt van. A kérdés az, hogy itt megbeszélik, hogy mi legyen. Befordulnak a sarkon, bácsi a zebrán, és véresen tovább mennek. Nem jó. Azért, mert mint mondottam volt, nem a zebrán ütötte el. Itt az első mondat a jobb felső sarokban, Matt Paul a szemtanú szerint. Ez a sötét színű autó, jön a kanyarból, csikorgó kerekekkel, rá ugratott a járdaszegélyre, majd tovább hajtott, elütötte az emberünket, és még csak nem is lassított. Tehát nem a zebrán átkelés közben. Francba. Ez mondjuk elég komoly. Tehát egy kirúgott emberem még azért nyomozott tovább az ügyön, és egyszer csak meghalt. Na jó. 19. Aha, jó, mindenkit. Holnapra mindenki az állományba kerül, ez a lényeg. És nagyon remélem, hogy elég lesz tényleg a három ázsiai a B műszakban, mert ha nem, az kellemetlen. 18-13, 5 pontra nőtt a Sand család erőnye a Vargáikkal szemben. Ennek őszintén örülünk. Hú, tehát B műszak holnapra. Azt jelenti, hogy ott lesz Kocsi, ott lesz Tsubaki, és ott lesz Kodu, a három ázsiai. Perfect, ahogy a művelt német mondaná. Jól van. Remélem, most az újságokkal kezdünk, a 22. nap, ahol újabb szünetet tartunk. Mára ennyi. És izgatottan várom, hogy elegendő lesz-e a három ázsiai tényleg a B műszakban, illetve egyáltalán bejön-e mind a három ázsiai dolgozni, vagy úgy döntenek, hogy elmennek Tibetbe. Na jó. Szóval köszönöm a figyelmet. A 22. nappal folytatjuk. Sziasztok!